Ez az egyik olyan része Nyíregyházának, amely az elmúlt néhány évben épült be, teljes egészében új lakóingatlanokkal. Ezek a szintén új építésű házak pedig Nyírpazonyban találtak gazdára. Eddig nem látott fellendülés tapasztalható az ingatlan piacon az ország keleti felén. Az ingatlan.com grafikáján jól látszik, ami 2015-ben 10 000 lakosra vetítve még a hármat sem ért el az épített vagy átadott új lakások száma, 2020-ban ez már a 18-at is meghaladta. A bővülés tehát közel 7-szeres, aminek számos oka van. Gyakorlatilag óriási lendületet kaptak az állami támogatások, keresletet élénkítő, tehát a csok és az egyéb családtámogatások rendszerén keresztül, illetve a kínálatot élénkítő kedvezményes áfakulcs bevezetése kapcsán, ami először 2016 és 2019 között volt érvényben, majd egy 2020-as átmeneti időszakot követve 2021-től ismét 5%-os áfakulccsal lehet új lakásokat értékesíteni, ami a környékbeli vállalkozók fantáziát is beindította, és ennek következtében ismét jó üzlet Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében lakásokat építeni. A koronavírus is hozzájárult ahhoz, hogy ilyen mértékben emelkedett vidéken a kereslet. A járvány miatt rengetegen döntöttek úgy, hogy szakítanak a nagyvárosi élettel, így a használt és az új ingatlanok iránti igény egyaránt növekedésnek indult. Az idei év első 4 hónapjában is óriási érdeklődést tapasztaltak a szakértők. Ha például maradunk az új lakóingatlanoknál, tehát a társasházi lakások, sorházak, ikerházak és családi házak terén, akkor az eladó ingatlanok iránt érdeklődők száma majdnem 3-szorosára növekedett, tehát 189%-os volt a növekedés 2020-as azonos időszakához képest, ugye itt az első 4 hónapot hasonlítjuk össze a tavalyi év első négy hónapjával, és gyakorlatilag elmondható az is, hogy az országos új lakáspiacot tekintve Szabolcs-Szatmár-Bereg megyén belül is Nyíregyházán még abszolút megfizethető az új lakásárak. Ahogy a diagram mutatja, jelenleg 400 000 forint az ingatlanok átlagos négyzetméter ára Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, ez a legalacsonyabb az országban. Így tehát, aki az ország legkeletibb régiójában szeretne új otthont vásárolni, az ország nyugati pontjaihoz képest jóval kedvezőbb árakon teheti ezt meg.